A múlt hét közepén, április 22-én a kormány elfogadta a borra való megadóztatására vonatkozó sürgősségi rendeletet. Az előírás a hivatalos közlönyben való megjelenésekor lép érvénybe. Milyen következményekkel jár a borra való megadóztatása? Kérdezem Vas Attila szakembertől és egy kolozsvári vendéglátó egység vezetőjétől, Kovács Zsoltól. Jó napot kívánok mindkettőjüknek, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Köszönjük. Kérdezem először is az étterem vezetőtől, mit tud a borra való megadóztatásáról? Elsősorban önökhöz mi jutott le? Őszintén bevallom, nem nagyon volt időm erre tévét nézni, meg látni ezeket a módosításokat, vagy ezt a törvénytervezetet. Nem is érdekelt annyira, mert még nem csengett le, ez nem jelent meg, nincs metodológia, nincs semmi. Nem látom értelmét annak, hogy saját agyamat töltsem. Persze, hallottam különböző híreket, hallottam különböző verziókat. Előttem ez még nem tiszta, hogy hogyan fog ez lecsengeni, és hogyan fog ez, melyik verziót fogják adaptálni. Várjuk a módosításokat. Különböző fórumokon meglehetősen felkavarta a kedélyeket, mondjam így. Kérdezem a közgazdásztól, hogyan látja, hogyan fog ez megvalósulni a gyakorlatban, hogyan lehet ezt beültetni, mit jelent majd? Igen, valóban a kormányrendelet a hivatalos közlönyben még nem jelent meg, viszont a tervezet, illetve amit elfogadott a kormány, azt lehetett tanulmányozni. Elsősorban kiemelném, hogy nem az adott törvénykönyvet változtatták meg, hanem az úgynevezett pénztárgépekre vonatkozó előírásokat. Az indíték az volt, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban a pénzügyőrség által végzett ellenőrzéseknél a helyszínen lévő plusz készpénzt az alkalmazottak azt nyilatkozták, hogy ezek borravalókból származnak. És akkor a kormány erre reagálva arra gondolt, hogy ezt megadóztatja. A valóságban még nem tudjuk, hogy fog kinézni, de az biztos, hogy előírja az a tervezet, hogy a borravalókra külön blokkot, külön pénztár bizonylatot kell kiállítania mindenkinek, és hangsúlyoznám, hogy ez az előírás vonatkozik minden téren, nem csak a vendéglátóiparban, nem csak az éttermek vendéglőkbe, hanem más, bárhol, ahol keletkezik úgynevezett borravaló. Ön közgazdász, ugye mi a véleménye arról, hogy az elmúlt napok eseményeiről, ugye volt, ahol 30 banyér bezártak egy üzletet, hogyha az államnak hiányzik a kasszából pénz, és ezt plusz adóbevonással szeretné elérni, nem deficitárius sem mondjuk ez akkor, hogy megszűnnek bizniszek pont emiatt, amiért ennyire utána néznek mindennek, és az emberek ellehetetlenül, tehát végül is volt olyan üzlet, amelyik bezárt pont emiatt, mert elvették a működési engedélyét. Valóban ez így történt. Sokszor nagyon kicsi összegekért nagyon komoly büntetéseket szabtak ki az ellenőrök. Ezzel a kormányrendelettel, ami napokban meg fog jelenni, amit a kormány elfogadott, tulajdonképpen ezt is szabályozzák oly módon, hogy a 300 leig lévő plusz készpénztöbletnél egy kis büntetéssel vagy egy figyelmeztetéssel megúszza a vállalkozó. Mindenképp gazdasági szempontból nem mindig kifizetődő, hiszen ezek az ellenőrzések, mármint az állam szempontjából, nagyon sok embert, nagyon sok energiát feltételeznek, és a behajtott pénzek azok, amit láttuk ezekben a példákban és az elmúlt hetekben, hónapokban, nagyon kevesek. Nagyon is aktiválódott az adóhatóság az utóbbi időben, elég csak ha nézzük ugye a számlalotót is, akkor a adóhatóság elindult, és minden kis üzletet, különösen Hargita megyébe és Kovászna megyébe, mindenkit minuciózusan megfigyeltek, hogy ki mennyit keres. Ez nem kontraproduktív, ez a tevékenység? Ugyanúgy, ahogy mondta még ön is, hogy ugye még csomó pénzbe kerül, humán erőforrás. Ugye hivatalos adatokkal nem rendelkezek, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, hogy mennyire hatékony, vagy mennyire nem hatékony, produktív, vagy kontraproduktív.
Egy biztos, hogy a kormány jelentős adócsökkenéseket tervez, amit részben már ugye az áfára vonatkozóan már fél évtől, június 1-től életbe lép, ami kihatással lesz a vendéglátóiparra is, a vendéglők, meg a catering szolgáltatásokra is, de további más adókat, és ezzel párhuzamosan pedig arra gondol, hogy a kiesett adókat honnan tudja pótolni. És az egyik intézkedés például az, hogy további 320 adóellenőrt fognak alkalmazni, hogy ezeket az ellenőrzéseket még hatékonyabbá, vagy még többet tudjanak ellenőrizni. Elképzelhető, hogy olyan sok borravalót kapnak Romániába az emberek, hogy ez egy jelentős bevétel lenne az államkasszába? Kormányhatározatot felvázoló vagy előterjesztésben az szerepelt, hogy ebben az évben egy olyan 130 millió lejes többlet bevételre számítanak, az elkövetkező időkben 150 millió lej. Nem kicsi összeg, de ez egy államháztartásban nem is lehet nagyon-nagyon nagy összegnek számítani. Most ezen a ponton még nem tudjuk ugye, hogy akkor hogyan fogják ezt a gyakorlatba ültetni. Megkérem akkor öntől, hogy meg lehetséges, hogy megnövelik az árakat emiatt? Hogyha... Nem látom ezt értelmesnek. Nem látom a függést, az összefüggést. Hát két lehetőség van. Vagy az alkalmazottak fognak pluszba adózni, esetleg nem tudom, megvizsgálják, hogy van-e náluk pénz bemenetelnél, felírják valahova, vagy ez lesz, vagy az, hogy akkor eleve minden terméken rajta lesz starban mondjuk egy 10% borravaló, vagy 5% borravaló, és akkor meg kell emeljük ugye az árakat, nem? Tehát hát készen állnának erre is, hogyha... Ezért mondottam azt, hogy nem tudom, hogy melyik metódus fogják végül itt elfogadni, melyiknek az alapján fog ez működni. Nem látom értelmét. Az árképzés, aznak van egy része, de nem foglalnám belé ezt. Nem minden vendég. Szerintem a borraval az nem kötelező. Nem minden vendég köteles borravalat hagyni. Vendég dönti el azt, hogy mennyit hagy, hogyha hagy. Ezt én nem fogom tudni ellenőrizni, mint étterem tulajdonos. Nem tudok állandó 24-ből 24-et ott lenni, és megfigyelni, hogy az az én pincérem kapott-e borravalót, nem kapott, mennyit kapott, hogy kapott. Másik kérdés az, hogy borravaló. Igen, a pincér veszi el a borravalót étterembe. De az hogy oszlik meg? Mert az nem csak a pincérnek a jár, hanem azt kell ossza valamilyen arányban a szakáccsal is. Akkor kasszagépbe beütünk egy departamenst, egy pincérre, akkor, vagy hogyan számoljuk ezt? Betesszük egy közösbe? Én soha nem nyúltam hozzá a pincéreknek a borravalójához, én mindig örültem, és mégis egy jó visszajelzés, igen, ez nekem egy pozitív jelzés, hogy a vendég meg volt elégedve, kaja jó volt, szolgáltatás jó volt, de akkor én nem nyúlok ehhez hozzá. Vannak más éttermek, vagy más metódusok, ahol közösbe beteszik, nap végén elosszák. Hogyan tudják majd számon kérni az alkalmazottaktól, vagy a vendéglátóegységektől ezt a pénzt? Elég egyértelműen van megfogalmazva maga ez a határozat, vagy határozattervezet. Ennek a gyakorlatba ültetését nem minden esetben lesz lehetséges. Jelenleg úgy arra számít a kormány, a következőképpen történik. A vendég a fogyasztást követően megkapja a blokkot a fogyasztására. Ha akar hagyni borravalót, akkor hagy, és a pincér miután látja, mennyi a borravaló, visszamegy a pulthoz, és még vág egy nyugtát, vagy egy blokkot a borravalóra. Tehát tulajdonképpen két nyugtát kell vágjon. Ez mennyire lesz? Ez egyrészt nehezíti az adminisztrációt, nehezíti a pincér dolgát, valószínűleg türelmetlenné teszi a vendéget is, úgyhogy ez elég nehéz lesz alkalmazni. Nem beszélve olyan helyeken, ahol gyakorlatilag lehetetlen alkalmazni. Ez a törvény, vagy ez a határozat vonatkozik mondjuk a pizzát szállító futárszolgálatokhoz is.
elképzelhetetlen, hogy, a futár belép, átadja a pizzát a blokkal együtt, 15 le helyett, ő kap 20 lejt, 5 leér, visszaszalad a központba, hogy vágjon blokkot. Nehéz elképzelni. Minden esetre kíváncsiak vagyunk, hogy a metodológiákra, az alkalmazási normákra, hogy ez hogyan fog szólni. Mindenesetre nagyon nehéz lesz ezt életbe lépni. Ugye az elején épp arról beszéltünk, hogy ez nem csak éttermekre vagy bárokra, hanem a legvariáltabb szolgáltatásokra, mindenfélre érvényes. De hát hogyha már ugye ez egy adomány, én adományozom a, mondjuk a felszolgálónak, pont olyan adomány részemről a persejpénz a templomba, tehát akkor persejpénzt megadózzák? Azt is megadózhatják? Vagy az is esetleg betartozhat ebbe? Az adózás szempontjából az egyházak bizonyos privilégiumokat élveznek az adózás terén, úgyhogy ezt külön kell tárgyalni. Imaházként kell működjön akkor esetleg egy étterem ahhoz, hogy... Az nem ilyen, semmiképp imaházként nem működhet. Mindenesetre a törvény azt mondja, hogy az így begyűjtött összeget, a borravalóként begyűjtött összeget a cég, a működtető, a vállalkozó fogja eldönteni, hogy miképpen osztja meg. Erre ő egy szabályzatot kell kidolgozzon, belső szabályzatot. A belső szabályzatot, amit látható helyen kifüggeszt, mármint nem a vendégek részére látható helyen, hanem abban az esetben, hogyha egy ellenőr belép, egy be nem jelentett ellenőrzés alkalmával, azonnal tudnia kell, hogy ezt az összeget hogy osztja fel. A felosztás az alapjában kétféle lehet. Az egyik, hogy a cég visszatartja a saját részére, és akkor ezért ez egy jövedelemnek számít, és úgy fizetődik, mint ahogy amilyen profit adó vagy jövedelemadó fizető a cég. Ha viszont úgy dönt, hogy ezt az alkalmazottaknak jár, akkor a 16% jövedelemadót visszatartja, befizeti az államnak, és átralévő összeget a belső szabályzat alapján elosztja az alkalmazottak között. Az, hogy hogyan osztja el, ezt a vállalkozó dönti el, természetesen ezt megteheti a... Megteheti azt a vállalkozó, egyáltalán nem foglalkozik a kérdéssel? Nem, ezt nem teheti meg. Kötelező ilyen szabályzatot hozzon, és ezt alkalmazza. Milyen tervei vannak önnek? Beszélt már az alkalmazottaival erről? Beszéltem, sőt, mi több minden nap beszélünk erről a dologról, mert mondottam, hogy itt ez a borraval az megoszlik a pincér és szakács gárda között. Milyen arányban ezt ők döntik el, de nekem az a problémám, beteszem egy közös kasszába, hónap végén elosztom, de ez nem fair. Mert hogyha valaki kapta, akkor azért a kajáért és azért a szolgáltatásért kapta. Beteszem egy közösbe, nekem kötelességem az összes pincér és összes szakács között. Vagy akkor ez megint kell alkalmazok egy embert, aki csak ezt monitorizálja, hogy kinek mennyi jár abból a boravalóból, hogy akkor az dolgozott, vagy nem dolgozott aznap, vagy akkor nem tudom. Itt felvázolódtak megoldások, hogy látja, melyik lenne észszerbb önöknek, kézenfekvőbb, akkor elteszi a cég, és akkor mit tudom, felírják, hogy mennyi gyűlt. Aztán majd a cég leadózza és visszaosztja az alkalmazottainak? Vagy melyik az a járható út, hogy ugye a törvény el van fogadva, még nem lépett életbe, de számíthatnak rá, és mint hallotta a közgazdász urat, nem lehet kibújni alóla. Igen, én sem tudom még, és várom ezeket a metodológiákat, azoknak függvényében fogunk dönteni. Hogyan viszonyulnak a felszolgálók egyáltalán hozzá, vagy az alkalmazottai, ha beszéltek erről? Mi a véleményük? Nekiek is ugyanaz a vélemény, amit az előbb elmondtam, hogy akkor hogyan osszuk meg. Én begyűjtöm, köteles vagyok begyűjteni, köteles vagyok bevallani és ezt megadózni. Általában a pincérek, azt van egy ilyen, hagyott a vendég 10 lejt, azt elvárja, hogy neki járjon. Ha én azt mondom, hogy ebből csak 7,4 a tiéd, mert a többi állambácsi, akkor meg azt mondja, hogy nem érdekel engem ez a pénz. Tudnak-e akár melyikük olyan esetről, mondjuk Európában, a világban, ahol ez így működik, hogy meg van adózva a borravaló? A borravaló, mint fogalom, az országról és ennek az alkalmazása országról országra egy változik. Nem egyformán várják el a borravalót, Európában sem minden országban. Tehát ez egy kultúra, egy illető környezettől függ. Tehát ez a dolognak ez az egyik része.
ott, ahol azokban az országokban, ahol elvárják a borravalót, ott a kormányok általában, vagy nagyon gyakran bevezetnek egy úgynevezett service deal-t, amit megállapítanak országos szinten, és kötelezővé teszik minden vendéglátóiparon, vendéglőnél működtetni. Ez egy szám azon a számlán megjelenik. Általában mondjuk le 10%, 12%. Ez a service deal, ez az úgynevezett adózandó borravaló. Na most ezen felül, hogyha a vendég még ezen felül is szeretne valamiképpen egy kis zseppénzt hagyni, ebben az országok ezek nem másznak bele. Tehát az egy adó. De kultúráról, vagy országról országra különbözik. Van olyan ország, ahol csak azt teszi kötelezővé, hogy a vendéglátóipar állapítsa meg a borravalót, és az ezen felüli pénzt, ha mégis valaki fizet, azt nem adozzák meg. De tudomásom szerint én nem láttam és nem hallottam olyan országot, ahol egy szolgáltatásért két blokkot vagy két bont kelljen kiállítani, és ezt nyomon kövessék. Önnek milyen tapasztalatai vannak ilyen téren? Hát volt külföldön mondjuk? Voltam. Olaszországban is egységes 10% minden számlán. Hogy én valahogy egy kicsit egy plusznak tekintem. Ez a borravaló igazán ez egy köszönő, egy hálapénz azért a szolgáltatásért, amit valaki nyújtott. Hogy az zenész, hogy az pincér, hogy az akármi. Itt vannak az utcai zenészek. Azoknak is most lesz kasszagép, és akkor be fogják ütni, és megadózat. Kíváncsian várjuk, hogy hogyan fog ez megvalósulni. Uraim, köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba, elfogadták meg kívánsunkat. Köszönjük szépen.